Zsidókhoz írt levél, első fejezet, 14. verszaka, következőt mondja, 13-at is felolvasom, melyik angyalnak mondotta pedig valaha, ülj az én jobb kezem felől, míg nem ellenségeid lábaidnak zsámajává teszem. Itt megállok egy pillanatra. Ezt miért mondja a Szentlélek? Azért, mert Jézus Krisztus nagyobb, mint az angyalok. Tehát ezt fontos tudnod, mi az angyalokat nem imádjuk, de az angyalokat tiszteljük. Az angyalok szövetségeseink. Erről akarlak meggyőzni. És a 14. verszakot mondja, következőt tartalmazza az angyalokról. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldvén szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Itt pontosítani kellene, mert a görögben több kifejezés van a szolgálatra vonatkozóan. Itt nem diákónia szerepel, hanem liturgia. A liturgia az egy más szolgálat, az Isten tiszteletnek a szolgálatát jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy az angyalok kényünk kedvény szerint kiszolgálnak, hanem értitek, Isten tiszteletképpen. Tehát ez akkor élvezhetjük az angyaloknak a támogatását, hogyha az Isten szerinti közjót szolgáljuk mi is. Hadd mondjam el újra, hogy akkor számíthatunk az Istennek a angyaloknak a támogatására, a szolgálatára, ha mi is az Isten szerinti közjót szolgáljuk. Mert a liturgia ezt jelenti. Az Istennek a szolgálatát jelenti. Az angyalok folyamatosan erre vannak teremtve, hogy szolgálják az Istent. És mivel Isten megváltott tégedet, megváltott bennünket, ezért az angyaloknak rendkívül fontos feladatuk az, hogy az Isten munkáját és harcát vívó embereknek, mert az Istennek a harca az a Isten szerinti közjó, közügy. És ha ebben a harcban benn vagy, Isten szerinte, Isten akaratának megfelelően, akkor az Istennek az angyalai segítenek, támogatnak, szolgálnak tégedet. Tehát ezt mutatja, ezt fejezi ki az új szövetség is, hogy nem csak az Ószövetségben, hanem az új szövetségben is angyaloknak a sokasága áll rendelkezésre az Isten népe számára, akik az Isten szerinti közjót szolgálják. Ha oda szánod az életedet, hogy nem a magadat akarod megcsinálni, nem a magad érdekeit és hasznát akarod érvényesíteni, hanem az Úr javát akarod szolgálni, hogy érvényesüljön az Úrnak a dicsősége, hogy a neve a földön szent legyen, ne káromolják az emberek, hogy ne istentelenül éljenek az emberek a földön, hanem Isten tetsző módon éljenek az emberek a földön, akkor te is Isten szerinti közjónak a szolgálatába, liturgiába vagy beállítva. Ez a liturgia, nem az a liturgia, amit általában az emberek gondolnak. A liturgia az egy élet, életmód, ahogy cselekedetekkel, életvitelünkkel, egész életünkkel, tetteinkkel, gondolatainkkal, cselekedeteinkkel szolgáljuk az élő Istent, hogy az Istennek az országa előre menjen, láthatóvá váljon, minél több ember megismerje Istennek a fiának a golgotai kereszt áldozatát és föltámadását. És mivel, hogy ahogy Pál apostol mondja, hogy az emberek igyekeznek hazugsággal megakadályozni és visszatartani az evangélium igazságának a térhódítását, ezért az Isten népének harcolnia kell azért, hogy az evangélium is igazsága megismerhetővé váljon. És ez a harc, ez az Isten szerinti közjó, és ezt a közjót az angyalok szolgálják. Tehát nem azért fogja Isten neked elküldeni az angyalait, mert milliómos akarsz lenni, vagy milliárdos, és ezért kérsz angyalokat, hogy segítsenek ebben, nem fog Isten küldeni. De ha az Úr akarja, hogy milliárdos legyél, mert tudja, hogy olyan szíved van, hogy nem magadra fogod költeni a milliárdokat, hanem az Istenek szerinti közjót fogod a pénzeddel szolgálni, akkor lesznek melletted angyalok, akik segítenek téged az üzleti életben, az előremenésben, az anyagi javakban. De ha csak a magán céljaidat, a vágyaidat akarod megvalósítani, akkor nincs természetfölötti támogatás. Akkor a magad erejére, a kis hitedre, pislákoló mécsesedre támaszkodhatsz, hogy mennyit tudsz elérni ebbe a földi életbe. Emberek, tutira menjetek.
a teljesre menjetek. Ne kis pitiáner dolgot akarjatok az életbe csinálni. Nagy dolgot akarjatok nyerni. Ahogy itt a Magyarországon néha elhangzik, hogy mert nagyokat álmodni, de az Úrban ez reális. Tehát, és a nagy álom az Istennek a királysága. Nagy álom az Isten királyságnak, az igazságainak a társadalmi térhódítása. Ennél szebb, ennél nagyobb közjó nincsen. Ha ezt szolgálod, nyugodj meg, az Úr gondoskodik rólad. Gondoskodik a személyes szükségeidről. Megsegít tégedet. Angyalok sokaságával támogat tégedet. Tehát a liturgiáról van itt szó, nem a fizikai, természetesen fizikai szolgálatot kell érteni, ha ez szolgálja, akkor ez. De nézzétek meg az abcselt, hogy menjünk előre, hogy folyamatosan látjátok, az angyalok beavatkoztak az apostoloknak az életébe. Óriási nagy ellenállást fejtett ki a sátán a názáreti Jézus Krisztus föltámadása után, a Szent Szellemnek a megérkezése után. Mindent elkövetettek a városnak a vezetői, hogy befogják a szájukat az apostolok, és megfenyegették őket, ennek ellen börtönbe zárták őket. De a legmagasabb szinten az égből a csillagok a helyükről harcoltak Péterért, Jánosért, Jakabért, meg később a Pál apostolért, és ezért voltak sikeresek. Akarsz ilyen sikeres lenni? Szándod az életedet az Isten szerinti közjóra, Isten szellemére. Látjátok, ők tele voltak szent lélekkel, mégis szükségük volt arra, hogy az Úrnak a légiói támogatásban részesítsék őket, segítség őket. A börtön ajtaját megnyitották, a gonosz királyt megverték, és 2-3 napon belül meghalt. Most ne azt gondolod, hogy ez kegyetlenség, az volt az ember kegyetlen, akit megvertek az Úr, megvert az Úrnak az angyala. Ez teljes mértékben rászolgált, mert ki akarta írtani a keresztényeket. Az Úr harcol az ő népért. Az ő népe olyan az Úrnak, mint a szemefénye. És te is legyél ilyen. De értsd meg, te is légy be ebbe a szövetségbe. Az Úr angyalai tehát hűségesek azokhoz az emberekhez, akik úgymond liturgiát, most ne egy szakrális ilyen dolgo, vagy ilyen templomi dologra gondolj, az is, az Ószövetségben van liturgia természetesen, hanem az életre, tehát hogy az életükkel az Isten szerinti közjót szolgálják.